Sziasztok, Blacknum vagyok, és itt a Battle for Middle-earth 5. része. Az előző részben belekezdtem Mordorba, csak hát inkább nevezném Fosdornak, mert annyira hasztalan. Konkrétan az orkjai papírok, mint a szar. A három darab egysége is van, ami sokkal jobb saját maga ellen, mint az ellenfele ellen. Borzalmas. Hát nagyon csalódtam, hogy Mordort ennyire gyengének csinálták. Most lehet, hogy csak én gondolom ezt. És akkor most el kell foglalni Mordorra szerencsémre, Osgiliathot és aztán Minas Tirithet gondolom. Nézzük. Once a glorious Gondorian city, Osgiliath is now but another battlefield in the war between Mordor and Gondor. Nem választhatom inkább Isengardot. De most van az, amikor partra szállnak. Az igen, lehet még dobos ogrét is venni. Gyűjtsd össze 100 ember harcos fejét. Jó, és vannak katapultjaim. Az igen. Na most, ami azt nem tudom, hogy miért gyűjtsek, de szerintem akkor ugye a sötétségre fogok. Aha. És is lehet foglalni ilyen tornyokat is. Akár. Mi a bónuszom? Gyűjts 100 eset. Így emberi fejeket. De jó. Várom ezeket a katapultokat. Mondjuk előbb egyszerűbb, hogyha kijelöljük, hogy csak épületeket támadjanak, ugye? De hogy miért nincsen amúgy hősöm? Ott van Sauron szája. Most értem. Ezek meg innen hátul is támadnak. Hát akkor ezzel így elszök egy ideig. De legalább jó, hogy ilyen nagy csapattal kezdek. Azt mondta, hogy akkor ezeket a trollokat hogyan érdemes használni? Mint hogy hol van hozzá kő, amit fel tud venni. Foglaltam ezt a felső részt is, és onnantól nem is távadnak egyáltalán. Nos, hát amúgy miután megszereztük azt a 100 fejet, annyi, hogy kaptunk egy kis erősítést, innen olyan 10 katapultot, vagy mennyit, azzal sem be lehetett foglalni ezt, hogy rájöttem, hogy Mordor legjobb egysége a katapult. Ez szerintem tény is való, mert nagyon jól tud sebezni, mert minden úgy, hogy én felkészültem. Remélem. A trolloknak rájöttem, hogy ha azt mondjuk, hogy keressen sziklát, akkor rájön ilyen helyekre, hol van szikla, és ott felvész, és felveszi ilyen sziklát, úgyhogy meglátjuk, hogy ez mennyire lesz hasznos. Plusz már tudok ilyen Mordor troll dobost is csinálni. Mert akkor, hogy a közelben lévő egységeknek így megnövel páncélzatát, a sebzését, tapasztalt szerzését, eléggé jól tud ez jönni. Csak hát, hogyha kiszedik, akkor szerintem ez is megűrül a szétverré a csapatomat, hát remélem nem fog bekövetkezni, de majd kiderül. Szóval itt három bázis is van, itt van egy, itt van egy, itt van egy. Sok őrtorony van, mint például ez. De én inkább elpusztítom. Mert most vagy megszálljuk, vagy elpusztítjuk. De ha megszálljuk, akkor nem is lehet kivenni egységet. Szóval marhaságnak tartom, de kinek mi? Úgyhogy én inkább az elpusztítás mellett voksolok.
Na és akkor szerintem támadjunk nyugodtan. Annyi az embereknek is van. Ezért ha megnézzük a palanti látással, most itt pont nincs, de valahol láttam még, nekik is vannak katapultjaik. Na, hadd szóljon. Úgyhogy ezek nem lépnek ugye a szintet, tehát annyi a hátránya, de hát most minek? Baj az. Meg lehet váltani, hogy fejet is dobáljanak, de nem látom értelmét. Ennyi, szét kell őket bombázni. A francba is. Azt bírtam, hogy itt volt két olyan torony, ami ilyen nagy toronynak számít. És miután leromboltam a tornyot, így rádölt az épületére. Hát időt sporolt nekem, úgymond. Az íjászok semmit nem érnek a katapultok ellen, szóval ezért jó. Max van tüzes nyilaik. De kétlem. Az is mindjárt kidől. Új, és rá arra a torony. Tökéletes. Na, induljunk el a többi csapattal. A többi csapatot csak így vegyítettem, hogy... most miért arra mennek? Jó lesz védekezésnek. Na, ott is jön egy katapult. Neked gyorsan szét kell szedni. Ajaj. Mi a fene? Ez honnan jött? De jel lesznek ott a trolljai, majd szétverik őket. A katapultjainak annyi. Ez így nagyon nem jó. Nem számoltam, hogy ilyen hirtelen erősítés, mert hogy csak úgy. A franc van, én azt gúlom is. Hol? Ó, és itt van Faramir. Ott már falra mászik. Ez olyan jó. És hol van a Nazgulom? Ó, és tényleg van egy Nazgulom. Wow. Micsoda erősítés. És mit tud a Nazgulom? Tornyokat szét tud verni legalább? Hát ez aztán a sebzés. Sikoltás. Ó, szét tudja verni a tornyokat. Hát ez zseniális. Én azt gondolom már mindjárt meg is hal. Az olyan, hogy ők kaptak egy segítségű, egy baromira nagy rohani csapatot. Én meg így érjem be egy Nazgulla, hát persze, persze. Hogy mire jó, azt ugye gyere rá magad. Úgy látszik csak az az egy plusz bázisa volt. Azt hittem, hogy több lesz. Hus, Faramir, hus! Igaz, hogy megöltelek, de hát úgyis visszajössz majd a kövi pályán. Úgyhogy tök mindegy. És most befutnak Minas Tirithbe. Csak nem Mordorral kéne már meghódítom a Minas Tirithbe, könyörgöm. Jó.
Hős tapasztalat. Minek van ide egyáltalán beragó hős tapasztalat? Nincs is hősöm. Ferenc, ugye meg. Osgiliad meghódító. Nagyon jó. The halflings have been found with the ring. Banyapók. They make their way through the caves of Shiloh. Ne mondd már, hogy még őt is le kell, hogy verjem. Minek? Köze se volt az... a csatához. Ez most komoly. Nincsen más lehetőség, szóval. Kirith Ungal guards a dark pass into the lands of Mordor. Shelob lurks in these cruel passages. És ott is fut. Frodo is a dagadt. Somo is a legendás serpenyője. A Boink. Vezet seregeid ide. Milyen kicsi fók ez, baszki? Hát a filmben nagyobb volt. És mit kell itt mi a volt? Mit a... Miért szárad le a hobbitokat? Ja, és ott fut. Annyira katyvasz ez az egész játék, így nem, én nem látok egyszerűen benne semmi történetszállat. Ez csak így, ezt a játékot csak úgy találjunk ki valamit, aztán adjuk ki. Igaz, hogy semmi lényeget ne eljen, most is megkövönöm akkor Frodót, aztán úgy győzött a gonosz. És Smeagol mióta harcol a mordoriakkal? Ez az egész játék úgy érzik, hogy az már fáj. És mit tud csinálni? Megállít. Ez a képesség, hogy megállít. Hogy még jön nem. Hát ez zseniális. Zseniálisan szar. Etesd az orkokat a banyapú barlangjában. Miért az orkokat kell etetnem? Vagy mivel? De nem értem, hogy mivel etessem az orkokat. Mert egymással kéne, hogy etessük, ugye. De most akkor az urukájokkal is vagyok, vagy mi? Mit kesnek itt az urukájok, meg a mordorak? Annyi kérdésem, most semmire nem tudok kapni választ. És azt nem értem, hogy Smeagol akkor hogyan fog harcolni. Miért harcol egyáltalán Mordor meg Isengard oldalán, és most itt miért van kombinálva mindkettő? Tehát tudok mordori meg Isengardi épületet csinálni, de csak is trollt tudok csinálni. Mordor orkot meg Isengard orkokat. Ja, azt amúgy el is fejtettem mondani, hogy az előző pályán nem is tudtam olifántokat csinálni. Mert ezért nem is használtam. És miért nem tudok csinálni? Because reasons! Hát valószínűleg ezért. Na nézzük. Na, az ők eléggé hangulatos. És miből kéne amúgy nyersanyagot gyűjtenem? Imádom azt a játékot. És itt is van. Azt most mit csináljak vele? Igen. Etesd az orkokat a bányapók barlangjába. De... Könyörgök, ezt most nem tudom, hogy ez a magyar fordítás szar, vagy ez alapból, de ezt nem úgy kéne akkor lefordítani, vagy megírni, hogy akkor etessen meg az orkokkal a banyapókat. Imádom ezt a hunglist. Agyfasz kapok. Jöjj! Mi?
Már kihullik a hajam az idegtől. Hogy van ez? Megetetem a banyapókot, az orkoszt, átveszem vette az irányítást? Mert hogy... Most elképzelem, hogy az orkoz ott van a belében, vagy fa se tudja hol, és akkor így átveszi az irányítást belülről, vagy mi? Hogy? Miért? Azt a kurva egét! És mi a gond, még miért tud harcolni? Egyáltalán harcnak nevezhető ez? Minek van itt? Francba nem is veszem hasznát, hiszen egyes szintű és nem is tud fejlődni. Minek van itt egyáltalán akkor? Csak hogy legyen. Ez zseniális ez a játék. Nem már az a banyapók meg nem tudja megölni ezeket a katonákat, mert még... És ezek is folyamatosan szarják az egységeket. Hát meddig küzd egy csapattal ez a banyapók? Kiszorítottam a bábokból ezeket az elit harcosokat, vagy a perzek kereket. Igazából itt el volt rejtve, könnyen is lehet venni, nem olyan vészes. És ami a póknak van HP regénye is legalább. Most honnan jöttek ezek a... Ó, még több. Na basszus. Azt inkább, hogyha segítek neki. Azt hittem, hogy ez a pók nagyobb. Ez így jelenleg semmi. Mióta harcol egyáltalán amúgy Mordorról? Most csak én nem értem. A személy célszerű arra is használni, hogy akár így felfedezni. Ez mi a gold, miért van itt? Aha. Vannak itt azért még páron. Megtaláltam őket, hát persze, hogy a pálya végén van. Itt vannak elrejtő zavarékok. Ennek se lesz értelme szerintem, hogyha megölöm most Frodót, meg Samut, mi értelme van? Következőleg az lesz, hogy öljön meg még egyszer. Franc se tudja. Ezeknek szarják a mordori katonákat. Hogy bocsánat, ez gondolok. Nem se tudom, hogy hol áll a fejem. De innen folyamatosan kapnak erősítést, persze. Neked hol van az erősítés? Ciao, old meg! Nyugodtan, neked vagy pókod, aztán... Old meg, bazd meg! Na, öljük meg... A hombár képüt. We need help! Elég helpet kaptál már, te szar! Gandalf! Gandalf, elbuktam. Nagy. És... Most mi értelmet ennek a cinematiknak? Plusz 10 promóció. Mondjuk az eléggé jó jutalom.
Talán meg az egy gyűjt. The destruction of Middle Earth must continue. És akkor most mi kell? Ó, most már végre bászhatom Isengardot is. Imádom. Na, de miért nem volt? Hát Mordort az biztos nem fogom. Akkor itt mit válszhatok? Kair Androsz, mennyi helyet tudok csinálni. Azt a mindenit. Szerintem úgy fogom csinálni akkor, hogy egyet Sarumannal, egyet Lurccal. Tehát akkor most kezdjük mondjuk Lurccal. Hosszú Mordot. És akkor Lurccal így dél felől fog támadni, Sarumannal meg így észak felől. Mondhatni. És egy szintén nagyobb terület. Anfalas, the long shore. Its villages and people will crumble beneath Sauron's armies. Destroy all Gondor forces! Gondor minden erőt pusztítson el? Oké. Bónusz építs 6 mészárszéket. Miatt nem is láttam. Gondori toronyőrök. Ezek mondjuk elég ilyen elit egységeknek tűnnek. Tehát lehet, hogy nem árt vigyázni. És akkor már itt van a főbázisuk is. Szóval szerintem én nem fogok szarakodni aztán és pusztítom a lehet minél hamarabb. Hát azzal jól szétsorozik. Lurccnak meg van egy új passzív képesség, ez a fosztogatás. Nézzük, miből gazdálkodunk. Na hát ezért ez már keményebb város, mert vannak ostromgépek is. Katapultokkal védi a radék. Szóval hogy itt van egy ilyen kisebb bázisa, meg itt volt lent. Közben ugye itt is van favágó, közben is van. Na, támadjunk. Ezeket a katapultokat sürgősen el kell pusztítani. Azért egy nagy kárt tud okozni nekem. És akkor be is török szépen. Ha már a főépület megvan, onnantól már sima így. Itt kell, hogy azért szép védelmet csináltak. De nem elég jó. Ezek a toronyőrök amúgy főleg láncsásoknak vannak titulálva, tehát lovasokat, vagy ilyen farkas lovasokat nem szabad küldeni ellenük, hanem szétrancsírozzák. Ezzel meg is vagyunk. Die now!
Perfect. Against the power of Sauron, there can be no victory. Mennyivel már jobban imádok Isengardot lenni. Ez élvezetesebb. Mordorról meg így... Ugye levágtam volna a pöcsömbe egy darabot, kb. Olyan játszom Mordorról. Na, ez egy szép nagy vidéki meghódít a hosszú Mart. The hour has come to bring down the White City, and thus end the age of... Nem bonolok még minasztéri, belfoglalok mindent, ami csak lehetséges. Úgyhogy most Szalománt választom. Hát melyik legyen? Előbb-utóbb úgyis el kell foglalni mindet szerintem. Belfasz. Nagyon nem ismerem ezeket a helyeket amúgy. Anórien, Belfasz. Legalább ezeket jó tudni. Hát akkor kezdjük Nyugat-Emlettel. Én mindent is elfoglalok. West Emlet, a land of peasant villages and weakly defended Gondorian encampments. Ja, nem az lesz, hogy megint... Ezt letudom, aztán megint Mordorra kell játszani. Destroy all Rohan forces! Fejleszt 5 rasszlója nehéz páncázat, az megvan legalább. Rendez az ork pikásaidat ég alakzatba. Hú, el aztán a nehéz bónusz, azt a mindegy. Hú, hogyan kell ezt azt csinálnom, vajon? Tobazd az összes farkas területen. Hogy? És akkor már... Már támad rohan. Nem sok eséllyel belefut a pikásaimba. Zseniális. Na, hogy ilyen háztömbök körül köröznek ezek a farkosok. Hát ilyen plusz segítség. És akkor lassan véget ennek, ez már azért egy kicsit... Hát, nem is kicsit, nagyon gyengébb. Nincsenek ostromgépek, stb. Úgyhogy... Csak sima falusiak vannak. Meg annál több farkast nem is találtam, mint ami jó. Fegyne baj, nem gyártottam fel a törőkost. Az előbb, hogy nem értem, hogy... Szerintem neki külön fejlesztés az... Hogy... Bezárják a kaput. Nem tudom mi ez, de... Fura. Mert amikor az előbbig itt voltam, akkor még nem volt kapujuk. Meg az is érdekes, hogy ugye ők képesek csak úgy átjönni a falon, tehát itt kinyílik egy ilyen kis ajtó, aztán kijönnek rajta, de ez miért? És akkor én már nem tudok átmenni az a kis ajtó, amit bejön. Boy Sarumannal nem léptem egy szintet, remélem, hogy a következőbe tudom folytatni, mert és már azért eléggé sok XP kell szint lépéséhez. Nyugat-Emlet meghódítva. Nagyon jó. Lassan minden bevör... Ó, de jó. És nem kell folytatnom Mordorral. Ezt már szeretem. Azt hittem, hogy kettő után megint Mordorral kell folytatni, de remélem, hogy most már nyugodtan kitakolíthatok teljesen Isengarddal. És folytassuk. Azt mondja, hogy... Úgy szerintem Lurccal, és legyen akkor ez a Belfasz. Voltak seregi Aragorn, Legolas, Gimli. Aha, 200 holtsereg. Az úgy lehet, hogy kihívás, azt nem tudom, hogy hogy tudom egyáltalán legyőzni a szellemiket majd. Kíváncsi leszek. De hát akkor legyen most Belfasz. Belfalas, Sauron failed to corrupt these lands in the past, but he will not fail now. Destroy
Minden erőt. Oké, amúgy én most erre a balrogra gyűjtök, meglátjuk, hogy mennyi lesz jó. De a legdrágább. Képez ki három farkasról a zászlóját. Hát az már alapból megvan, köszönöm szépen. Én fogok szorozni, úgyhogy én be is támadom. Érdekes, hogy már ilyen közel van a... az egész erődje. Na, be is tört. Ekkor, hogy nem szarra gurigáznak, van egy másik fővárosok is, mert el vannak katapulta is. Igen, hármas szintű Gondor toronyőrökkel. Ezért ezek kemények. Megpróbál betörni. Ha tudok. Csinálom ezzel a... Szépen szarja az egységeket, azt meg kell hagyni. De aztán nem adja magát itt könnyen. Ezt is szeretem, hogyha van kihívás. Na, hogy szintet lépett, hát nem. Baj. De megpróbálom egy ennél lúcca is a 10-es szintet. Emeltek annyi a max. Ez viszonylag nagy terület volt. A kisebb területeken könnyebb dolgom lesz legalább. A lands of all men will fall. Hát akkor legyen most megint Saruman, és akkor most kelet rohan. Eastern Rohan, where peasants tend their herds. Those herds will scatter in fear when the shadow of Sauron washes over the land. Shadow falls across Rohan. Man shall see no dawn. Nézzük csak, Felszfeld zászlója kovácsolt pengékkel. Az már megvan, pusztítsd de az itt élő tündéket. Itt a közelben volt pár csapat, olyan... most tudom, szállít olyan 10 lehetett. Itt elféjászok voltak. Itt felgezze a területen. De nem volt gond. Legalábbis, hogyha van farkas lovasunk, akkor ugye ezek át tudnak gázolni. Rajtuk, mint a franc. Szerintem ez lett az egyetlen egy erődje. Úgyhogy nem fogok szarozni. Bónusz megvan. És akkor, hogyha Szarománnal elérem a 10-es szintet, az lesz a legjobb. Azért szépen haladok. Kíváncsi, hogy majd a jókkal mennyire fog tudni haladni. Ez biztos, hogy rohan íjjászokat fog csinálni, mert ez elég erősnek bizonyult a pályákon keresztül. Szerintem akkor ez lett az utolsó bázisuk. Sunyiba elrejtve. És ezzel meg is vagyok. Tün-tün-tün. A land has been stained with the blood of men. Isengard. Dóreczar.
Jó. Na, haladunk szépen. Lassan az egész középföldét meghúrítjuk. Victory is near. The enemies of Victory is near. Hát azért van még pár pálya. Victory is near. Hát jó. Én fogom szerintem akkor folytatni a további foglásokkal. Úgyhogy ha kinek tetszett a videó, az találkozunk a következő részben. Addig is sziasztok!